Köszöntöm ismét kedves nézőinket. A legutóbbi alkalommal az integritás témáját jártuk körbe. Ezen a következő alkalmon még mindig maradnánk ennél a témánál, azonban egy kicsit mélyebben, egy másik aspektusból vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Dr. Brezanóczi Ferencet, korábbi Kamara Pest megyei elnököt, a Vácremete gyógyszertár gyógyszerészét és tulajdonosát kérdeztük arról, hogy a gyógyszerészi integritás egy családi vállalkozás életében mit is jelent. Csókolom, tessék parancsolni! Kettős életet kell élni egy gyógyszertárban, amikor az ember gazdálkodik, akkor a vállalkozásnak a jövőjét kell biztosítani, a dolgozók fizetését, jövedelmét, a megélhetést, a vállalkozás működtetését kell biztosítani. Ugyanakkor, amikor a tára mellé állunk és a betegekkel foglalkozunk, akkor egyértelműen ezt el kell felejteni, és csak a beteg érdeket, a szakmai szabályok betartását, illetve a szakmaiság szempontjából kiemelkedően fontos dolgokra kell koncentrálni, tehát ez a kettősség, ez elég nehéz feladat egy gyógyszertári vállalkozás esetében. Ráadásul mindezt olyan környezetbe kell tenni, ahol elég nagy multik nyomulnak, és egyéb módszerekkel próbálják ennek a zárt piacnak minél nagyobb rétegét magukévá tenni. Mind szakmailag, mind a vállalkozás alapismereteit tekintve alapos képzést kapunk. Tehát a képzés folytán akár mondhatnánk azt is, hogy minden gyógyszerész alkalmas arra, hogy vállalkozást vezessen, de ezt tudjuk nagyon jól, hogy a belső indítatás nélkül egy vállalkozást és belső alkalmasság és igény nélkül egy vállalkozást irányítani, működtetni nem lehet. Tehát mindenki nem, nagyon sokan alkalmasak rá, viszont nagyon sokan nem is akarják, hiszen teljesen megelégednek azzal, hogy a szakmai munkájukat elvégzik, a hivatásuknak élnek, és 4 órakor leteszik a lantot, és utána már nem terheli őket a szakma gondjai, nem terheli őket a szakma gondjai. Gondolni, minden vállalkozó gyógyszertárnak számos csábító ajánlatot tesznek a különböző a piacban résztvevő szereplők, úgy a gyártók, mint a nagykereskedők egyaránt. Illetve hát egyéb szövetkezetek vagy csoportosulások, akik igyekeznek a vélt tehermentesítés mézes madzagjával a függetlenségüket ezeknek a gyógyszertáraknak csorbítani. Tehát értek itt az alatt, hogy olyan akciókkal tudnak jönni, amikor azt mondják, hogy 30-40%-kal kedvező áron tudnak nekünk készleteket biztosítani, csak vegyünk jó sokat. Aztán utána jön egy Covid-járvány, és a nyakán marad a vállalkozó gyógyszerekkel a csábított ajánlat, és onnantól kezdve ez veszteséggé növi ki magát, csak egy példa a sok közül. De egyéb területen is számos olyan csábító lehetőségeket adnak a gyógyszerészeknek, aminek nehéz ellenállni, ugyanis egy gyógyszertár vezetése az nagyon szertágazó feladatot vár el a gyógyszerésztől. Egyrészt a szakma ugye fel van készítve rá egyetemben, a graduális képzésben erre a feladatra, de azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez rendkívül sok segítséget kapunk a kamarától is. Számtalan olyan továbbképző és fejlesztő lehetőségeket nyújtanak számunkra a továbbképzésekben, amikor ezekre a feladatokra fel tudunk készülni, illetve országos adatok megismerésével a helyünket is jól be tudjuk lőni a piacon, hogy akkor jól gazdálkodtunk, vagy sem. A csábítás az miután egy komplett vállalkozást kell, itt a humán erőforrás menedzsmenttől a pénzügyi stabilitás biztosításán keresztül, a különböző készletfinanszírozásokon keresztül, a készlet kialakításán keresztül egy gyógyszerésznek biztosítani, ezért ez egy gyógyszerész számára rendkívül nagy kihívásokat ad, és ebben nyúlnak bele nagyon sokan,
kívülről, és azt mondják, hogy mi levesszük a válladról a terhet, mi majd gazdálkodunk helyetted, megmondjuk milyen készlettel dolgozzál, mert mi tudjuk a tutit, mi majd a munkaerő gazdálkodásban, ha nehézséged akad, akkor majd besegítünk, munkaerőt közvetítünk. Tehát egy csomó olyan csábító ajánlatot tesznek, amiben ha az ember belelép, onnantól kezdve már nagyon nehéz a visszaút. Elveszti a függetlenségét, bár lényegesen könnyebben tud élni, de már akkor a vállalkozás nem ő irányítja. Tehát itt a vállalkozás függetlenségének a megtartása az olyan többlet terhet ró a gyógyszertárat működtető gyógyszerészekre, és az a jó, ha ezt így mondjuk, hogy a gyógyszertárat működtető gyógyszerészekre, hiszen a személyjogos gyógyszerész felelőssége a teljes vertikuma a gyógyszertárnak a működtetése. Tehát ezt, ha elveszíti egy külső befolyás hatására, ez könnyebbséget ad neki, leveszi a terhet a válláról, de elveszti mindazt, amit egyrészt a törvény előírne számára, másrészt pedig, amitől ő működteti a gyógyszertárat. A dagolását ismeri a gyógyszereknek? A függetlenség érzése az egy nagyon jó dolog. Van egy kedves ismerősöm, aki nemrég az egyik franchise-ba belépett, aztán egy év után ott is hagyta, mert ugyan mondta, hogy ténylegesen könnyebben tudott élni, kevesebb gondja volt, de azzal, hogy állandóan mondták neki, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, milyen polcképet kell kialakítani, mikor mit kell levenni, hányszor kell, milyen forgalmakat kell elérni, ez olyan frusztráció volt a számára, hogy azt mondta, hogy inkább többet dolgozik, de a szabadságérzése, az önálló döntés lehetősége és a kollégák nem folyamatos zaklatása a különböző célok elérésére véget, ez olyan örömet okoz, amit máshol nem tudunk megkapni. Az az érzés, hogy amikor én kiállok a tára mellé, független gyógyszerészként, akkor engem egyetlen dolog érdekel, hogy a betegnek mi a problémája, hogyan tudok rajta segíteni, és eszembe nem jut az, hogy mi van hátam mögött a fiókba. Csak a szakmai meggyőződésem, a segíteni akarásom, a segíteni tudásom az, ami befolyásolja azt, hogy én hogyan tájékoztatom a beteget, hogyan segítek az ő problémának a megoldására. Ellenkező esetben a kis ördög valóban ott ül, és ha folyamatosan súgja a másik típusú expediáló esetében a fülébe, hogy mit kellene társként hozzácsatolni, mit kéne még gazdasági érdekből hozzátenni, az egy nagyon nehéz helyzet lehet ott. Lehet, hogy nem tagadva az, hogy minden kollega független attól, hogy milyen gyógyszertárban dolgozik, a szakmai meggyőződése alapján akar és szeretne és tud dolgozni. Ettől függetlenül az a nyomás, az a befolyásoltság a háttérből, hogy vannak bizonyos kényszerek, azok jelentősen eltéríthetik őt adott esetben a leghelyesebb megoldás megtalálásában.